berge, où les soplos, qui est déjà la même que je crois, restait avec les deux. Arrêtez que là, ça dit, c'est tout quoi, par les mots, Ajudiamo o assunto dele. Dá até a tirar o assunto de ninguém. Dá até tirar essa testa e pode chocar. Keresztény szülők ezt az ajándékot Istennek, minden élet forrásának köszönik meg. Szentítünk tanításából azt is tudják, hogy Isten a mi mennyei atyánk és a keresztség által isteni életben részesíti az embert. Gyermekévé fogadja és a Szentlélek templomává és a mennyország örökösévé teszi. Kedves szülők, azért hoztátok el újszülött gyermeketeket az Isten házába, hogy erre az isteni életre vízből és Szentlélekből újjászülessék, és Krisztus titokzatos testének az egyháznak tagjává legyen. Krisztus egyházának nevébe kérdezlek benneteket, mi a gyermek neve? Martin Sztojka. És mit kértek Isten egyházától Martin számára? Kedves szülők, nektek, akik gyermeketek számára kerességit kéritek, kötelességtek lesz úgy nevelni őt, hogy hitünk szerint éljen, tartsa meg Isten parancsait, úgy szeresse Istent és embertársait, ahogy Krisztus tanította. Vállaljátok ezt a kötelességet? Igen. Kedves szülők, megígéritek-e, hogy támogatjátok egy gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében? Martin! Nagy örömmel fogad téged egyházunkra keresztény közösség, ennek a közösségnek a nevébe. Most megjelölnek a kereszt jelével, utána szülők is, és a szülők is a gyerek homlokát. Krisztus treba na cselo. Matyko! No. Rodičia, aj kresný rodičia. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Keresztelő János fölépte, után Jézus eljött a Galilea Názáretből, és megkereszteltette magát a Jordán folyóban. Amikor feljött a vízből, János látta, hogy megnyílik az ég. A Szentlélek galambképében leszáll rá. Az égből ez a szózat hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Ezek az evangélium igéi. Testvérek, könyörögve kérjük Krisztus Urunkat, árassza irgalmát erre a gyermekre, szüleire, keresztszüleire és minden megkeresztelt emberre. Add Urunk, hogy ez a gyermek vízből és Szentlélekből újjászülessék az örök életre. Kérünk téged, hallgass meg! Add Urunk, hogy Szent Egyházadnak élő tagjává legyen. Kérünk téged! Add Urunk, hogy Szent Evangéliumot hallgassa, megtartsa és tanúságot tegyen róla. Kérünk téged! Add Urunk, hogy Isten és embertársait úgy szeresse, hogy te tanítottál minket. Add Urunk, hogy összes tanítványaid mindig megmaradjanak a hit és a szeretet egységében. Téged hallgass meg! Most pedig kérjük Isten szentjének közbenjárását, szentséges Szűzmária Isten anyja, könyörög, keresztelő Szent János, könyörög, Szent József, Szent Péter és Pál apostolok, Szent Márton, Szent Őrzsi angyalok, Istennek minden szentjei. Mindenhat örök Isten azért küldted fiadat a világba, hogy kiszabadítson minket a sátának, a gonosz léleknek hatalmából, kimentsen a sötétség birodalmából, és helyet adjon neked a te világosságot csodálatos országában,
Könyörögve kérünk, szabadíts meg ezt a gyermeket az áteredő bűntől, és tedd őt fölséget templomává, és engedd, hogy a szentlélek lakozzék benne. Krisztus, a mi urunk által. Amen. Védelmezzen téged Krisztusnak, ami üdvözítőknek erejének jelélnek, megkenünk téged az üdvösség olajával, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Matyó, szólj! Kedves testvérek, forduljunk a mindenható Istenhez, és egy szívvel lélekkel imádkozunk, hogy a keresztül... hogy a keresztvíz által bőven árasz a kegyelmünk a kiválasztottra. Az Jóságos Atyánk, a keresség forrásával árasztott lelkünkbe az Isten gyermekség új életét, áldom téged, Istenünk! A vízből és Szentlélekből minden megkeresztelt embert egy néppé teszel fiadban, Jézus Krisztusban. Áldunk téged, Istenünk! Te szívünkbe öntött szereteted lelkét és általa szabaddá teszel minket, hogy a te békédnek örvendjünk. Áldunk téged, Istenünk! Ti a megkeresztelteket kiváltottad arra, hogy örömmel hirdessék minden népnek Szent Fiad evangéliumát. Áldunk téged, Istenünk! Áld meg ezt a vizet, amelyen megkeresztelünk gyermekedet Martin, akit az egyház hitében meghívtál a keresztségre, hogy örök élete legyen Krisztus a mi urunk által. Adja vissza az ének a csendbeli. Kedves szülők és keresztülők, a gyermeknek, akit az egyház szín elé hoztatok, Isten jósága új kegyelmi életet ad vízből és szent lélekből, neveljétek őt szent hitünk tanítása szerint. Féltő gondol ügyeljetek arra, hogy az Isten élet napról napra növekedjék benne, és azt a bűn soha meg ne fertőzze. Reméljük, hogy főleg hitbeli meggyőződéstek hozott ide benneteket, és így készségesen vállaljátok a gyermek megkeresztelésével járó kötelességet. Gondoljatok arra, hogy egykor ti is részesültetek a keresztségben, mondjatok ellent a bűnnek, aztán tegyetek tanúságot Jézus Krisztusban való hitetekről. Ez az egyház hite, és ebben a hitben keresztelik meg a gyermeket, ezért megkérdezem tőletek, ellene mondotok-e a gonosz léleknek és minden cselekedetének és minden csábításának? Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, a mennynek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemették, de föltámadta a halálból, és ül az Atyának jobbján? Hisztek-e a Szent Lélekben, a katolikus Anyaszent Egyházban, a Szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, és föltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az Anyaszent Egyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Akarjátok, hogy Martin elnyerje a keresztséget az egyház hitében, amelyet az imént mindnyájan megvallottunk? Na, akkor aki fogja tartani a víz alá a gyereket, az fogja kézbe, lábacskait emelje föl, fejét le, jó, és akkor megkereszteljük a gyereket. Le. Úgy. Martin, én megkeresztelek téged az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
mindenható Isten, Urunk Jézus Krisztus, Atya, megszabadít téged a bűntől, vízből és Szentlélekből új életet ajándékozott neked, most pedig felkent téged az üdvösség krizmájával, hogy szent népéhez tartozz. Tagja maradj Krisztusnak, aki főpapunk, profétánk és királyunk, és így nyerd el az örök életre. Amen. Martin, hát te fixotél. Martin, a ez a hófehér ruha előnek a méltóságot. Hogy szobáig kérdelj, tagolvassam, hogy a méltóságot megőriz tisztán az örök életre. Világosságát, kedves szülők és keresztülők, rátokban bízva ez a világosság, a hit és a kegyelem fénye, amelyet ez a gyertya lángjel képez. Óvjátok gondosan, hogy gyermeketek, akire ma ráragyogott Krisztus fényessége, szüntelen a világosság gyermekeként járja az életútját, maradjon álhatatos a hitben, és amikor az Úr eljön, erdőbe járulhasson az összes szentekkel együtt a mennyei hazában. A kereségben mi is mindnyájan Isten fogadott gyermeké lettünk, ezért most a megkeresztelt kisded nevében és a saját nevünkben imádkozunk együtt úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyán, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Keresztülők és keresztülők, most ajánljátok fel a gyermeketeket a mennyei atyának. Istenünk, áld meg gyermekünket! Istenünk, áld meg gyermekünket! Hogy élete váljék a te dicsőségedre, hogy élete váljék magának kell mondani. Mondd el. Istenünk, áld meg gyermekünket. Isten, áld meg gyermekünket. Hogy élete váljék a te dicsőségedre, hogy élete váljék. Mondja utána meg. No, mondja utána. Élete váljék a te dicsőségedre. A dicsértés. A saját üdvösségére. Saját üdvösségére, üdvösség. A mi örömünkre, és a világ javára. A mindenható Isten, aki a keresztény édesanyákat Szűz Máriától született szent fia által eltölti a gyermekükre váró örök élet reményével, áldja meg a gyermek édesanyját, ahogyan most hálát a gyermeke születésért, ugyanúgy vele együtt maradjon mindenkor hálás Isten iránt, Urunkban, Jézus Krisztusban. Amen. A mindenható Isten, akitől a földi és az örök életet ajándéva kapjuk, áldja meg egy gyermek édesapját, hogy hitves társával együtt. Szava és jó példája által legyen a hit első tanulja gyermeke számára, Urunkban, Jézus Krisztusban. Amen. A mindenható Isten, aki vízből és Szentlélekből új életet adott nekünk, halmozz el áldásával itt egybegyűlt híveit, hogy szent népének mindig és mindenütt élő tagjai legyenek, mindenütt jelenlevőnek adja meg az ő békét, Urunkban, Jézus Krisztusban. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Menjetek békében, Istennek legyen. Csináltok?
Tales que bactalo cada smunto lanzo te hastiles budber. De lote. Tales que bactalo te piraveles budber. Ante bute beses horas a partiasa. Tá
Tavez bachtálok a nalika pekebe. Te zsutítom púra szvuntok. Kuszatja család, kuszatja romnyaza. Te trai sejlbe, saskáramendek. Te trai niko sávoro maskáramendek. Te trai niko sávoro maskáramendek. Selenko tavez tá. Perejte, što jeste kezenki. Ja pa očivake. Já tá lá, vem pra cá, tá bom?